Na sziasztok! Ezzel a pár felvétellel szeretném megmutatni, hogy végül is hol lakom. Először nézzük meg, hogy az ajtómból milyen kilátás nyílik. Hát nagyjából ez. Igazából szép. Igen. És egy előjáróba elmondanám, hogy Japánban az utcanevek nincsenek elnevezve, tehát nincsenek utcanevek. Na most, hát ez elég furán hangozhat, emiatt hát ugye nagy problémák adódhatnak külföldiekkel leginkább, meg hát ugye nyilván a nem idevalósiakkal is. Annyi, hogy ez nem teljesen igaz, nem 100%-ban Tokióban, Kyotóban, nagyvárosokban előfordulhat, hogy egy-egy nagyobb sugárutat vagy hosszabb utcát, több sávosat elneveznek, de nem jellemző, hanem egyszerűen felosztják a várost negyedekre, kerületekre, tömbökre, fasorokra, nem tudom mikre. És ahol én is lakom, és ezeket ilyen barom nevekre nevezik el, és ahol én is lakom például, az úgynevezett magas körtefa. De például egyik ismerősöm Zöldfán lakik, akkor talán Kristálypalota is van, tehát ilyesmi neveket kell elképzelni, és hát a postások is ez alapján tájékoznak, tehát magyarul igazából csak az idevalósok tudják, hogy hol mit kell keresni. Jobb esetben házszám is tartozik a lakáshoz, hát én úgy jártam, hogy nekem nem házszámom van, hanem én a magas körte K-ban lakom. Na, akkor nézzük is meg, hogy nézhet ki. Az első érdekesség az már most itt rögtön az ajtónyitásnál adódik, ugyanis ugye Magyarországon jobbra kéne elfordítani a kulcsot, hogy bemenjünk, hát ez itt pontosan fordítva van, tehát nekem ahhoz, hogy bejuthassak, úgymond be kell zárnom az ajtót, és így már ki is nyílik. Jó, na. Ahogy így beírunk, úgy kezdeném, hogy ugye mi magyarok otthon azt szoktuk mondani, hogyha a vendéget fogadunk, hogy fáradjanak beljebb, jöjjenek beljebb, tessék csak, vagy hasonló. Na most ezzel szemben a japánok azt mondják, hogy haite kudasai. Ami szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy lépjenek feljebb. Na most, és akkor itt szemléltetem is, hogy ténylegesen, ugyanis itt van egy körülbelül fél négyzetméteres terület, ahova belépünk cipőbe, majd ezt le kell venni, ezt a cipőt, és egy szintet feljebb lépünk. Na hát, akkor ezt tegyük is meg. Cipő le. Papucs fel. Először itt vannak a konnektorok először is. Külső lámpa, ez az előtér, ez a hal, de hát igazából a hal, előtér, konyha, ez egy és ugyanaz, ez pedig a mosdó, amit rákapcsol. Tehát most jelen pillanatban konyhában állunk, hát igazából hűtő, mikro, ez semmi extra, semmi érdekes, itt van a mosogató, hát ez se egy valami változatos igazából, tehát hogy mondjam, Magyarországon annyi, hogy hozzászoktam én a dupla mosogatóhoz, de igazából ez legyen a legkevesebb problémám, bőven elférek, főleg így egyedül. Mondjuk, hogyha sok edényem lenne, és mondjuk kette lennék itt, nem tudom, hova pakolnék, mert hát ahhoz viszont nincs itt elég hely. De mindegy, ez nem olyan lényeges dolog. Na viszont itt az első érdekesség, amin hát így mondhat, hogy sokkot kaptam, ez ugyanis a gáztűzhely. És hát még rendben is lenne, hogy megmelegítem az ételeket, illetve a vizet. Viszont, hát sütni az már nem olyan egyszerű, ugyanis megmutatom, mi a sütőrész. Ez a sütőrész, ez az egész. Ráteszem most a tenyerem, tehát ekkorának kell körülbelül elképzelni. Ez egy ilyen körülbelül 10 cm széles, és hát nem tudom, 15 cm hosszú maximum. Most ebben nem igazán lehet ugye egy jó kis rakott krumplit megsütni, vagy hát arra nem is beszéljük, egy csirkét beteszünk, maximum 2-3 comb fér vele, de így ennyi körülbelül.
Úgyhogy eléggé ki voltam emiatt, és hát érdekelt is a dolog, megkérdeztem egyik tanáromat, hogy hogy kell ezt elképzelni, tehát miért van az, hogy csak ilyen kicsi a sütő része. Aztán úgy mondta, hogy hát azért van, mert ez igazából elsősorban, sőt nem elsősorban, hanem gyakorlatilag ez itt halat szoktak sütni. És ahhoz, hogy én ténylegesen olyan sütőt vegyek, sütőt használjak, amilyet otthon szoktunk mi használni, ahhoz kell vennem egy külön berendezést, egy külön gépet kell vennem. Úgyhogy hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezek szerint a japánok nem igen sütnek, vagy ha igen, akkor az ilyen kisebb adagokat, és ezt ebbe oldják meg. Pedig egyébként hely az lenne, mert itt alatta bőven van hely, de hát nem. Csak ilyen kicsi. Na mindegy. Hát mi van még itt? Itt van egy ablak, hát ennek a funkcióját nem igazán értem. Kinyitni nem lehet, rácsok vannak rajta. Hát, leginkább arra jó, hogy kis világosság legyen itt, de hát így is úgyis fel kell kapcsolni a villanyt, úgyhogy teljesen mindegy. Van itt még egy ilyen, hát elszívónak mondjuk talán, hogy az. Egy karral kell meghúzni, és már is indul. Teljesen felesleges ide az elektromos pára, illetve elszívó. Ez ide bőven elegendő egy ekkora lakásban, egy ilyen kicsi konyhában. És akkor, mint már mondtam, itt vannak ezek a berendezések. Nagyon kedvesek voltak, kiküldték nekem a múlt havi számlát. Hát ezt is reméljük, hogy én ezt be fogom fizetni, ezt a 4200 jent. Remélem majd a suli megoldja, majd beviszem. Na és akkor itt van az a dolog, amit hát reménykedtem benne, hogy majd ez is jár a lakáshoz. Ez nem más, mint a rizssütő. Most azt kell erről tudni, hogy japánok hiába egy ilyen, hát mondhatni, rizs nemzet. Én eddig akárhány japánt kérdeztem, rizst senki nem tudott főzni. Legalábbis abban a formában, ahogy mi elképzeljük, mi csináljuk a rizsfőzést a hagyományos formában, tehát hogy rizs, és akkor rá másfélszer annyi víz, vagy kétszer annyi, akkor rongy is szokott a szerepe rá a fed, tehát ilyesmit, de fogalmuk sincs, hogy mi ez. Nem, ők ebbe beleteszik a rizst, és hát itt ilyen 15-20 perc alatt, nyílik, 15-20 perc alatt el is készül. Igen, igazából ott van, hogy hány adagra, meg hogy hány liter víz, meg mit, amilyen ilyesmik vannak ott. Szóval ennyit a nagy rizsevő japánokra, hogy még egy rizs sem tudnak lefőzni, csak így gépekben. Egyelőre ennyi, folytatom a következő videóban.